kértétek, hogy legyen erről a munkafolyamatról videó, így hát elkészítem nektek a szottyaszár zúzást, mert hát én annak nem nevezném, mert nekem nem tetszik, amit csinál. Jobban nem lehet leengedni, és szerintem egy ettől jobban nem lehet leengedni, mert kardára vigyázunk, nagy ízbe fordulunk, és hát így elkészítem nektek. Ez a szotya, erről annyit kell tudni, hogy mikor kikelt, nem tetszett, nagyon csúnya volt, főleg a szegése, nagyon ritka volt, hogy miért, ne kérdezzétek. Ugye mi ritkán vetünk szotyát, és ezáltal annyira nincs benne jártasságunk, hogy nagyon jó legyen. Így nem lett a tökéletes. Viszont egész jó átlagot hozott, mert 3 tonna felett volt hektáronként. Jó, ez nem egy nagy tábla, mert ez azt hiszem 1,2 vagy 1,5 hektár ez a föld. És azt hiszem mennyi lett rajta. Nem akarok hülyeséget mondani, de olyan 40 és 50 tonna, vagy mi, hogy van, nem is tonna, 40-50 mázsa lett rajta. Tonna? 40-50 tonna lett volna rajta? Azt a betyár úristen. Na mindegy, úgyhogy... Ugye... Gépkapcsolatunk egy a megszokott MTZ, még jelen álláspontban mindig klíma nélkül. De figyelem a gardán, mert ilyen kuprungos, meg látszik rajta, hogyha lassul a hajtás. Ugye ilyen kuprungos gardán van rajta, direkt azért, hogyha véletlen fogna valamit, meg hát nem mindig használjuk mi szotyazárszúzással, hanem néha gaz, vagy ez az amaz, amit kell éppen. Meg ez az RZ, ugye ez egy RZ 3-as, vagy 3 méter körüli kis szárzúzó, függőleges tengelyel szerelve, 2 hajtómű van benne. Mai napig gyártják, mondjuk ez nem egy mai csirke már, ha lehet így nevezni, de tökéletesen jó szolgálatot tesz arra az évi pár, pár hektárnak, mert ugye úgy van, hogy ez az RZ, ez nem saját, vagyis félig saját, mert közös tulajdonban van egy másik gazdával, már jó pár éve, és ő azt hiszem egy kicsivel több napraforgót szokott termeszteni, így ő többet használja, meg néha kölcsön van úgy adva azért, hogyha olyan területet kell zúzni, de szerintem egy precíz és jó zúzóról van szó, viszont én, és nem én, hanem Vater mondta már, mert ugye az a baj, hogy amit ledönt szárat, ugye előbb meg. Eltörött volna
van a hegesztés? Az faszalkó. Ugye házi gyártmányi döntögető volt az elején. De hova lett? Ezt nem szeretem, mert kihúzgálja a szögeket, az hogy a szár.
lehetek okosak? Nem látom! Geci. Nincs valahol felakadva? Nincs. Na mindegy, srácok! Ez mára jó jött. Szóval egy RZ-kaszáról van szó. Hármas típusról. És hát jaj, biztos itt a szögeket még mindig. Látod, ezt már kihúztak. Ez megvan. Ez is megvan. Na, erről beszéltem, hogy nekem ez a legnagyobb probléma, hogy ez ide fölgyülem szit. Ez meg jó. Szimpla csuklós gardán. Nem a mi gardánunk, ezzel használja, mert ugye mi nem használjuk annyit, így nem mi veszük hozzá cuccokat. Na szóval, két hajtómű, két oldalt, középső hajtómű, szétosztja a hajtást, TLT-vel hajtjuk ugye, és ennyi, két kerék, vonópaddal húzzuk, talán már 5 éve nem volt vonópad rajta, nem baj. És ennyi, mit lehet még elmondani róla? Szerintem semmi mást. És akkor közben jövök majd nektek ilyen vágóképekkel. Most szünet. Na szóval visszatértem, majd a vágóképeket berakom közben. Egy-kettőt csináltam egy próbaképpen. De menjünk tovább, mert nem haladunk. De berakom. Zúg szám te! Klíma. Megtörve a gardán. Megkérdezzétek, hogy ki találta ezt ki.
volt az benne például, hogy jó, lehet, hogy lehetne állítani hátra a keréknél, de én nem értek hozzá, meg szerintem be is van rohadva. És... mit akarok ezzel kihozni? Ja, hogy lehet, hogy lehetne állítani hátra a keréken, viszont így nagyon orra van bukva, és leengedem, hogy legyen mélysége, akkor nagyon törve van a gardán, és ez nekem nem tetszik. Tök mindegy, hogy dupla csuklós gardánt rakok én oda, vagy szimplát, akkor se tesz egyiknek se jót az, hogy... azért nem tudok visszafordulni magam mellé. Ugye, aki szaki, várjatok amúgy azért, megnézem én a hülye fejemmel, hogy jó, viszonylag jó a kép. Szóval aki szaki, az azért félfülle szokta hallani, hogy most akkor törik-e a gardán, nem törik, mi van vele, hogy van. Mindenki fog rédzselni, Geci, hogyha nem találom meg a döntögetőt. Hát hol hagytam el, Geci? Bejöttem, és... mindegy. Hagyjuk, sírok rajta. Na mindegy, srácok. Én kirécseltem, úgyhogy ha tetszett a videó, nyomd rá egy lájkot, és iratkozz fel a következő részekért. Bármi kérdésed van, írd meg kommentbe, vagy ha te véletlenül láttad a döntögetőt valahol a földön elhagyva, akkor írd már le nekem, hogy akkor vissza tudjak jönni megkeresni, mert én nem látom. De nekem végem sírok majd. Lehet, hogyha visszanézem a videót, meglátom benne, hogy hol hagytam el. Hát a pont van egy olyan kamera, az meg ott pont leesik, vagy nem tudom. Na mindegy, ha tetszett a videó, nyomd rá egy lájkot, iratkozz fel. Ha tetszett a videó, és szeretnél a következő részekről értesülni. Én MG Miki voltam, és a Rage-em. Sziasztok! Darab. Egybe van. Vas darab! Csak most ezt ide rakjam fő. Na geci! Megvan! Hát a berakom. Csak nem esik le. Vas darab!